A 024-es zónában az itt elhelyezett kártyaleolvasó, illetve QR kód segítségével lehet bejutni. A kártyaleolvasó bármilyen mágnes csíkkal rendelkező kártyával működik, a mobiltelefonok segítségével pedig a QR kódot lehet leolvasni, és az fog egy kódot kiadni, amit a billentyűzet segítségével rögzítünk, és ez biztosítja a belépést a 024 órás zónába. Az ország első éjjel-nappali postája nyílt meg áprilisban Nyíregyházán. A szolgáltatások egy része így a nyitvatartási időn kívül is hozzáférhetővé vált. A 024-es zónában többek között csomagautomatát is elhelyeztek, de akár hivatalos okmány és jármű ügyek is intézhetők az ügyféltérben. Ehhez nincs szükség kezelő közreműködésére, az igénylés egy speciális automatán keresztül történik. A szolgáltatások körébe beletartozik a csomagautomata szolgáltatás igénybevétele, amely küldemények kézbesítését és feladását is lehetővé teszik. Beletartozik egy bankjegykiadó automata, éjszakai fiókbérleti szolgáltatás igénybevételére van lehetőség, és egy speciális kioszk automata is igénybe vehető, amelyen hivatalos és okmányügyek is intézhetők ügyintéző közreműködése nélkül, illetve ezen kívül postagéz borítékok automatából történő árusítása is történik az ügyféltérben. A belépéshez szükséges kártyaleolvasó használata a nyitvatartási időn túl szükséges. Az eszközt hétfőnként 19 óra után, kettől péntekig 18 óra után, szombaton pedig 12 óra után kell használni az ügyféltérbe jutáshoz. A postavállalat közlése szerint a legforgalmasabb postákon indítják el az éjjel-nappali szolgáltatást. Az állami cég országszerte további 12 helyszínen tervezi ehhez hasonló 024-es zónák nyitását.